Dzsuzsák Balázs csapatkapitány, illetve Szoboszlai Dominik legyenek szívesek majd megállni, hogy a fotósok párképet tudjanak készíteni. Csak semmi sablon. A nemzeti csapat új meze olyan egyedi vonásokkal rendelkezik, hogy más nemzetek szerelésén nem használhatóak fel. Hasonlóan a német, a belga vagy a spanyol válogatottéhoz. A legújabb szerelések a jövő évi EB-re készültek, de már a Puskás Aréna avató mérkőzésén, a Magyarország-Uruguay találkozón ezt viselhetik majd Dzsuzsák Balázsék. A fő koncepció a művészet és a labdarúgás ötvözése volt. A magyar mez színeit a nemzeti lobogó, míg mintázatát a Duna inspirálta. Budapest először lesz rendező, ez alkalomból jár tehát az egyedi szerelés. A hivatalos bemutató alkalmából retro mezeket is kiállítottak a teremben. A Puskás Intézet jóvoltából a jelenlévők Bozsik József 1954-es világbajnoki mezét is megcsodálhatták. Reméljük, a legújabb mez is egyszer helyet kap majd egy vitrínben, mint ami megjárt egy világeseményt.